hangulatos Dixi muzsikával, a zenészek és a borlovagok felvonulásával kezdődött május 11-én pénteken városunkban a 28. Nemzetközi Dixieland Fesztivál és a 4. Tarjáni Tavaszi Borfesztivál. A meghívott borászok, pincészetek, képviselői már kora délután várták a borkedvelőket, akik olyan különleges szőlőfajtákkal ismerkedhettek meg, mint a góhér, az aranysárfehér és a bakator. A Dixi és a Borfesztivál mellett egy harmadik rendezvénynek is otthont adott Salgótarján. Ugyancsak pénteken kezdődött a Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a kézművesség 1000 éve a Kárpát-medencében elnevezésű rendezvénye. A három rendezvény közös megnyitó ünnepségén elsőként Székiné dr. Strémi Melinda, városunk polgármestere köszöntötte a megjelenteket, kiemelve a Salgótarján testvérvárosából, Besztercebányáról érkező vendégeket. A polgármester örömét fejezte ki amiatt, hogy három rendezvénynek ad otthont a város, majd mindenkinek kellemes időtöltést, jó szórakozást kívánt. Tóth Csaba, a Dixieland Fesztivál szülőatya köszöntőjében ígéretet tett arra, hogy a fesztivál fellépői, a meghívott muzsikusok garantáltan forró hangulatot fognak varázsolni az egész városban. Már hagyománnyá vált városunkban a Dixieland Fesztivál és a Borfesztivál összefonódása. A sorrendben 4. Tarjáni Tavaszi Borfesztivált a régi magyar szőlőfajták jegyében rendeztük meg. Érkeztek borászok Szekszárdról, Egerből, Tokajból és Gyöngyöstarjánból. A bor nem szól másról, mint a jókedvről, a derűről, a vigasságról és a szórakozásról. Ehhez minden adott ebben a három napban, mondta Telek András, a Borfesztivál szervezője. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, a Nógrád megyei Kereskedelmi és Iparkamara és az Európai Borlovagrend nevében dr. Tordai Péter, a megyei kamara elnöke köszöntötte a vendégeket. A hivatalos megnyitó után a Budapest Ragtime Band szórakoztatta a közönséget. The darkness, red is born.